Izgatottan várakoztak a tanulók az osztálytermek előtt, hogy végre elfoglalják a helyüket. A Szekszárdi Garai János gimnáziumban idén közel 115 diák tesz érettségi vizsgát. Szerdán történelemből bizonyítottak a fiatalok. Volt, aki azt mondta, hogy könnyedén megoldotta a magyar nyelv és irodalmat, illetve a matematikát is. Így számára a töri sem lesz nehéz. 12 évig készültünk rá, szóval fölösleges izgulni, én így járok azzal. A diákoknak idén a keresztény vallástól egészen a magyarországi előregedő társadalomig kellett eljutniuk középszinten az első rövid feladatokból álló részben. Ezen kívül előkerült a feladványok között az első ipari forradalom, a Szovjetunió és Hunyadi Mátyás is. Emellett még két esszét kellett megírniuk. Kicsit izgulok, de úgy őszintén várom is, hogy már túl legyek rajta. Mi az, aminek nem örülnél? Mátyás király. Na, az nem. A harmadik napon már mondhatni rutinosak voltak a diákok, ezt megelőzően sokkal nagyobb volt az izgalom a végzősök körében, ennek ellenére felkészülten álltak a próbatétel elé. Izgulós, a matektól nagyon féltem, kicsit el is rontottam, de úgy vagyok vele, hogy még mindig egy jó eredményem lesz, így a nem hivatalos megoldásokat nézegetve, a magyar jól sikerült. Én nagyon szeretem a terit, meg a tanárunk is nagyon jó volt, úgyhogy úgy gondolom, hogy fel vagyok készülve. A hét második felében angol, illetve német nyelvből kell bizonyítaniuk a diákoknak, az írásbeliknek május 26-án lesz vége, a vizsgaidőszak pedig a középszintű szóbelikkel zárul, június 19-e és 30-a között.